Galamb utcai idősek otthonában hagyománynak számít, hogy dallal köszöntik az ünnepeltet. Nem volt ez másként Szilágyi Istvánné Tari Margit esetében sem, akit Görgényi Ernő polgármester üdvözölt 90. születésnapja alkalmából. Szeretném Gyulaváros polgárai nevében ezen a gyönyörű napon felköszönteni ön születésnapja alkalmából, kedves Margit néni. Fogadja nagyon nagy szeretettel ezt köszönjük a csokorvirágot. Köszönjük szépen. Hogy adjak puszit is. Margit néni 1926. augusztus 16-án született Okányban. Édesapja rendőrként, édesanyja a háztartásban, majd a mezőgazdaságban dolgozott. Iskoláit Okányban, majd Bábolnán végezte. Tudjék, fölművessel. Először 12 éves koromban már mentem napszámra. Utána meg elmentem iskolába. 1944-ben ment férjhez, Nagy Imréhez, akivel 33 évig éltek házasságban. 1947-ben született egyetlen gyermeke Imre. Férjével Okányban és Gyulán is bolti eladóként dolgoztak. Férje halála után 1981-ig a fővárosi idősek otthonában a büfében dolgozott. Margit néni nehezen tudta eldönteni, mi lehet a hosszú élet titka. Nem tudom. Adja az élet. Nem tudok más mondani. 1979-ben ismerkedett meg második férjével, Szilágyi Istvánnal, akivel 1997-ben költöztek be a Galamb úti idősek otthonába. 27 évi házasság után 2006-ban Pista bácsi is elhunyt, azóta egyedül lakik a szobájában, családja viszont rendszeresen látogatja őt.